kiosztotta az MLS vezetését kritizáló fideszes politikusokat Csányi Sándor. Bár a magyar válogatott ismét nem jutott ki a világbajnokságra, a szövetség elnöke azt mondja, nem mond le, mert az megfutamodás lenne, és amúgy is jó úton járnak. Csányi Sándor elismerte a felelősségét Egervári Sándor kinevezésével kapcsolatban, de azt is, voltak olyan pillanatok, amikor érezte, váltani kellene már. A bukaresti meccs után is és korábban is gondolt már erre. Úgy gondolja, tapasztalt és kemény külföldi szakembernek kell átvennie a válogatottat. Kollár György a vendégem, aki 30 éve foglalkozik sportjoggal, írta és védte az első hazai anti-huligán csak törvénytervezetet, mert akkor nem lett belőle semmi, és nagy foci rajongó. Így van. Jó estét kívánok! Hát nem volt két jó hete. Nem. És persze néztem a sajtótájékoztatót, és láttam, hogy Csányi elnök úr, azt talán egy futballlabda van. Akkor tegyünk rá egy lapáttal, ez meg futballcsuka. Kicsi, fekete, ódivatú, de a miénk. De nagyon. Pont akkor, mint amikor a magyar futball, szóval körülbelül itt tartunk nemzetközi megméretésben. És az azért fontos, mert ugye az MLS elnöke tartott sajtótájékoztatót. Mit nem gondol, is akár miért? Igen, mit gondol erről a minisztérium, a sportállamtitkárság, mit gondol Magyarország, mint egy bizottság? Hol van valami ellenpróba? Lehet Magyarországon saját tenyerünkbe ülve megmérni magunkat? Hitelesebb lett volna, hogyha elhangzik egy korreferátum, ha el lehet mondani, hogy igen, de hogyha egy kis önkritika lopódzott volna mondókával, nem nagyon volt. Külső kritika volt, közszereplők. Volt sportminisztertől is. Igen. Nos, hát én azt mondom, nagyon sokat idéznünk itt a közszereplő kommunikációnál nem kell. Fecseg a felszín, hallgat a mély. Egy jószemű futballbíró kiosztotta volna a sárga meg a piros lapokat neki. De nem arról van szó, hogy ki mit mond, hanem hogy ki mit csinál. És ha megnézzük a magyar labdarúgást, a 8-1, meg a bukaresti vereség, meg hát az andorrai szenvelgés tegnap, az törvényszerű volt. Egy poén. Azt mondja, andorraiak számára hobbi a futball, nekünk kormányprogram. Itt tartunk. Ez az, aminek nem volna szabad így lenni itthon Magyarországon. Ugyanakkor annyi milliárd forint van benne, hogy én, mint adófizető, aki ennyit költöttem a magyar focira, nem érezném törvényszerűnek ezeket a hihetetlen kudarcokat, ha már ennyit költöttem rá. De nem ám. Hogyha készítenének egy cost-benefit vizsgálatot, egy költség-haszon-elemzést, kimutathatnák, hogy mire mentek el ezek a milliárdok, és ez nem először történt. Én elemzem a sportjogot régóta, és megnéztem 98-2002 közötti időszakot. Orbán kormány volt, sportkormány volt. Ismerték, szerették, művelték, előrevitték a futballt. Mindent megtettek érte, szívük csücskeket. És ment-e előre ezáltal a futball? Nyomtak bele milliárdokat, lecseréltek mindenkit, aki ott volt, csináltak egy új struktúrát, és érdemben a dolgok nem változtak. Elherdáltak sok pénzt, és ha már pénzről van szó. Ott van Budapesten, az Alkotásúton, a Kísértetház. A sportkórház új épülete. Ott van 10 év óta. 8-10 milliárdból európai szint, világszínvonalú sportegészséget lehetne csinálni. Ha a sport stratégiai ágazat, akkor tessék azzal foglalkozni. Olyat tehetnénk 20 évre, ami nem volt. Arra nincsen pénz, a futballra meg ezek az aránytalanságok hoztak. Ez hogy mondjam, a szurkoló mentalitása, aki él az 50-60-as évek emlékezetében, aki azt akarja föltámasztani, miközben egy globalizált világ, megváltozott minden, média, nagypiac, hatalmas gázsik, nem vagyunk versenyképesek. A magyar profi labdarúgásnak az is baja, ez a kicsi piac nem tud ilyet eltartani. Ez a kicsi profi futball, és erről nem esett a sajtótájékoztatóan, 100 milliókat termel mínuszban. Ennek megfelelően tehát, és a másik, Európában, az Unióban a profi, a hivatásos sport, a labdarúgás is üzleti, piaci kategória. Abba a burkolt állapotásra nem mehet, itt meg megy. Ez egy érdekes kérdés, amit most érintett, hiszen ez EU jogot is érinthet. Igen, legyünk óvatosak. Azt hangzott el a sajtótájékoztatón, hogy nagyon átlátható az MLS gazdálkodása, és higgyük el, ez így van. De tessék, a mély folyamatokban mi van? Hogy van az, hogy milliárdokat öntenek belül a rendszerbe, és a hajszál erekbe nem jut el? Én megnéztem községek, városok, futballpályák, libalegőt, az olyan, mint amilyen volt. Talán ma jövőre lesz pénz az öltözőbe a vízes blokkot kicserélni, talán lesz pénz egy-két dolog. Így a dolog nem működik. Mit akarunk? Az, hogy legyenek hivatásos labdarúgóink ilyen 8-1-ekkel, vagy az, hogy tényleg nagyon sokan futballozzanak, és akkor nézzünk szét a világban, mi van. Vannak olyan műfüves, egyszerre megcsinált, dühöngők, bekerített részek, kis világítások, hogy mindenki ingyen fociszthat. Nagyon sok műfüves pálya van, de ott
600-800 ezer forintért lehet. Tehát ilyen pénzért. Nagyon nem mindegy, hogy mindenki, fiú-lány ingyen hozzáférhet egy kedvére való futballhoz, vagy nagyok játszanak ezekben az új stadionokban, a kicsik számára meg jut a maradék. Ezek az alapvető gondok. Na most melyik a fő baj? Az, hogy nagyon sokat költ rá az állam, mert ez egy kiemelten kezelt dolog, vagy az, hogy nem hatékony, ahogyan költ rá az állam? Valószínűleg mind a kettő, de inkább az utóbbi. Én azt látom elemzőként, hogy a magyar labdarúgást 5 nagy válságjelenség fémjelzi, manifesztálódott válság, ez gazdasági válság, szakmai, irányítási, jogi és morális. Hadd mondjak egy-egy példát. Gazdasági válság öntik bele a pénzt, mégis a kluboknál sokszor baj van a kifizetéssel, a labdarúgók bundáznak és egyébként csinálnak, tehát magyarul nem hasznosul a pénz jól. Jövő évi költségvetés 82 milliárd? Arról hangzott el most bejelentés, hogy 82 milliárd mehet jövőre stadion építés rekonstruál, ez borzasztóan sok. Vannak sikersportágaink. Én elhiszem, hogy minden országon kell egy sikerágazat. Néha volt a külpolitika, már legyen a sport. De akkor észszerarányokkal. Kajakkenu? Igen, kajakkenu, és annyi más még, úszás. Hát mit érdemel az, aki ezeket az eredményeket hozza, hogyha a futball így teljesít? Azután a szakmai válság. Nézzünk az eredményező táblára. Azt nem kell megmagyarázni. Borzasztó rosszak vagyunk. Tehát, hogy mondjam, kényszeredett rossz futball megy, gyenge játékosokkal, irányítás. Az MLS sokat tett az elmúlt évben. Csak van egy probléma. Bárki ül abban a székben, ha valami produkált volna, mérni, tehát nem a nullához kell, hanem van egy szakmai szabály. Minden olyan dolgot, amiből csak egy van, nem lehet jól megmérni az ő korábbi állapotával, sem nemzetközi középarányossal. Egyetlen igazi mércéje van a monopol helyzetnek, azok elégedettsége, akiket működik. Van elégedettség? Frászkarikát van. Tehát magyar labdarúgás közege, milliója borzasztó rossz, és ebbe illik az a közbeszéd, amit láttunk. Csak az se a semmiből jött, mi hallatszik a lelátókon, ami még idézhető. Egyszerűen senkik vagyunk hely-hely. Ez jön oda-vissza. Üzen a lelátó a klubházok, az meg vissza, itt tartunk, ettől ilyen dolgok talán. Külföldi szövetségi kapitány segítene? Önmagában nem. Természetesen a szakmai munkán lehet segíteni olyan alázattal, mint Guardiola. Elment Münchenbe, egy év alatt megtanult németül, és plusz tett a Bayern München játékához. Azonban volt itt már külföldi kapitány, vérzőfejjel menekült, meg se tanult magyarul, a játékosok nevét nem tudta. Barátom mesélte, Székesfehér van a Videoton csapatában, több olyan idegen légiós van, aki se kimondani, se leírni nem tudja Székesfehér a nevét. Mit kötődik akkor? Hova kötődik? Egy külföldi kapitány a szakmai munkát megerősíteni, azonban egy fecske nem csinál nyarat, és valószínűleg nem is lenne annyi ideje itt, mint amennyit tőle elvárnak, ha az a közeg nem változik, amiben a magyar labdarúgás most, hogy mondjuk, lubickol, akkor a kapitány, ha megfeszül, nem ő edző, kész játékosokat kap. Néhány dolgot megtaníthat, de nem hiszem, hogy ez múl. Persze, lehet arra pénzt adni, van is egy divat, hogy jöjjön külföldi edző, de hát, és kik jönnek onnan? Nem a világ legjobbjai. Eddig Magyarországon a válogatott mellett sikeres kapitány még nem volt, hogy ezután lesz-e egy X2. Visszatérve az alapkérdésre, a finanszírozási modellre, ha nemzetközi példákat tudna mondani arra, hogy hol melyik működik jobban, amikor az állam beleöl elképesztő összegeket, mert lehet ez egy működő modell, vagy igen, pedig amikor a Grundon fociznak, ahogyan mondta, ingyen a srácok. Valószínűleg nincs egy sikeres modell, hanem okosan felépített több lépcsős megoldás van. Szükség van az akadémiákra. Ott persze nem akadémikusokat képeznek, hanem képzett labdarúgókat. Ez nálunk nem sikerült az elmúlt években. Egyetlen világszínvonalú játékos nem került onnan ki, ehhez képest a milliók, milliárdok azok fölöslegesek. De legyen elitképzés a futballban. Azonban minden gyerek számára legyen a labdarúgás elérhető, fiúnak, lánynak, azután nézzük meg, hogy az egyesületekben milyen munka folyik, egyáltalán hogyan, miből működik egy sportegyesület. Meg kell a pályákat szüntetni, vagy egyáltalán hogy azután a szakemberképzés, hogy kik oktatják a mi gyerekeinket, azután, hogy mennyit kell egy családok fizetni azért, hogy a gyermekből labdarúgó legyen. Mi szokott lenni? Meszt és gatyát, meg sportszárat a klubad, cipőt, meg melegített a család vesz. Tehát azt mondom, egy sereg olyan feladat van, ami varázsütéssel, egy központban, miniszterek fejéből kipartolom, nem fog működni. Hát egyelőre amennyi pénz van a családoknál, abból ekkora cipőket tudnak venni. Rúgjuk át a labdát a tétnek, Bánó András. Köszönöm szépen, még csak annyit szeretnék ehhez a témához hozzátenni, ha így, mint a csapos közbeszólatok, hogy azt is meg kéne változtatni, hogy információim szerint az utánpótlás csapatoknál az kerül a csapatba,
akinek a szülei többet adnak az edzőnek, nem az, aki jó játékos. Ez egy nagyon sarkalatos dolog. Amíg például ezt nem számolják fel, addig itt az utánpótlásban se lesz előrelépés. A morális válság már ott kezdődik bizony. No, de vissza de nem harva fogunk beszélgetni, hanem te a vendégeiddel, így van. Vissza a téthez, ahol azért foglalkozunk Csányi Sándorral, legalábbis a kijelentésével, de nem azzal, ami a futballal kapcsolatos, hanem az, ami a futballon kívül van, tehát a dolognak a politikai vonatkozásával, mert ma igencsak beszólt néhány fideszes politikusnak, és ezt fogjuk majd elemezni a vendégekkel. Ezen kívül mi is szót ejtünk az érpataki polgármester különös kérdőívéről, valamint arról, hogy Tarlós István úgy döntött, vagy legalábbis azt szeretné, hogy egy évvel tolják el a Víg Színházi pályázatot, hogy politika mentesen lehessen majd dönteni. Ezek szerint lehet, hogy most esetleg nem politikamentesen döntenének, de hát ezt majd rábízom a vendégekre, hogy hogyan ítélik meg. A vendégek pedig egészen parádés csapat jött ma este össze. Heller Ágnes, Lengyel László, Magyar Kornélia és Ungvári Tamás. Kezdődik tehát mindjárt a tét, ez pedig az Egyenes Beszéd volt. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszont látásra nézzék a tétet!